Az előző hétvégén még a világklasszisokkal teletűzdelt és az EHF Kupa csoportkörébe bejutó siófoki felnőtt csapaté volt a kis Szilágy sportcsarnok. A hétközben azonban már a klub serdülő és ifjúsági csapatai játszottak itt bajnoki mérkőzéseket. Bár ha siófoki kézilabda, akkor mindenkinek elsőre a felnőtt együttes jut eszébe, most azért igyekszünk egy picit bepillantást adni az utánpótlás képzésbe is. A Siófok KC jelen pillanatban közel 300 gyereket foglalkoztat. 20-22 csapatunk van, ugye itt az alsó korosztályokban, a kis elsősök, másodikosoknál még nem tudjuk, hogy hány csapatot tudunk kialakítani, de körülbelül 20 csapattal foglalkozunk. Én azt mondtam, vagy azt mondom igazából, hogy mi egy kicsit másképp gondolkodunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak a sportra fordítjuk a figyelmet. Aki ide kerül, és például a kollégiumban is van nálunk, ők önállunk a jegyeket is figyeljük, igenis a szülőkkel, az igazgatónőnk tartja a kapcsolatot. Ez az, amiben egy kicsit másak vagyunk. Heti kétszer van reggel edzésünk, utána elmegyünk iskolába, visszajövünk, és délután megint edzünk. Hogyan történik mondjuk a tanulmány eredmények ellenőrzése a csapatnál? Igazából az edzők ugye az iskolába bejárnak, ellenőrzik a jegyeket, meg az e-napló segítségével is látják. És mi történik, amikor valaki mondjuk rosszabb jegyet kap? Húha, hát nem tudom, még nem volt ilyenre példa, szerintem, hogy van büntetést kaptunk érte. Most már reggelente is vannak egyéni képzéseink, meg az edzők így külön összeálltják, hogy ki mikor jöjjön, és akkor csinálnak nekik egyéni képzést, meg ilyen hát futások is, azok is vannak, és szerintem ez tök jó. A siófoki utánpótlás játékosok élete 4 fő helyszínen zajlik. A kis Szilágy sportcsarnokot már egyre jobban ismerjük. Halljuk, mit kell tudni a munkacsarnokról. Ez itt a bázisa az utánpótlásnak. Tehát itt van a legtöbb edzés, most jelen pillanatban a konditeremben állunk, ami ehhez tartozik. Ugye ez volt, mielőtt az aréna megépült, a felnőttnek is a fő helye. Most ezt így egy az egybe nagyon szerencsésen át tudtuk venni, ennek nagyon örülünk, és ki is használjuk megfelelőképpen. Mivel az egyik legsűrűbb napon látogattunk Siófokra, amikor egyszerre 3 csapatnak is bajnoki találkozója volt az arénában és a munkacsarnokban egyaránt, így nyugodtan tekinthettünk körbe a jó néhány játékos otthonául szolgáló, minden igényt kielégítő szállóban is. Jelen pillanatban a kis Szilágy sportszállóban tartózkodunk, ez az itt lakó lányoknak a szállása, igazából úgymond az új családjuk, itt töltik a legtöbb idejüket, az iskola után, előtt, edzések között. Azt kell tudni a szállóról magáról, hogy 16 szobánk van, 32 férőhelye, 2 ágyas szobáink vannak, mindegyik úgy gondolom, hogy nagyon jól felszerelt szoba, tévével, légkondival, internettel, tulajdonképpen mindennel, ami a lányok kényelmét szolgálja. A legelső évben, amikor ide kerültem, akkor nagyon nehéz volt megszokni, mert egy másik kollégiumban laktunk, de amikor rá egy évre ide kerültünk a mostani kollégiumba, és így sokkal jobbak a körülmények, mint a másikban, de a másikat is nagyon szerettük, mert az volt a lényeg, hogy együtt vagyunk, együtt van a csapat, de így most kevesebben vagyunk egy szobában, most már csak 2 lakunk. Mindenki nagyon segítőkész egymással, az újakat nagyon szívesen befogadjuk, és igazából nagyon szeretünk itt lenni, meg együtt lenni. Együtt dolgozunk egy dietetikussal, aki a felnőtt csapat és az utánpótláskorú játékosoknak is az étkezését összeállítja. A szakácsaink és a konyhában dolgozók ez alapján állítják össze az étkezését a lányoknak, ez abszolút sport étkeztetésnek lehet mondani. Amivel megpróbálunk egy adott pluszt adni a gyerekeknek. Jelen pillanatban Szivacs kézilabda csarnokban tartózkodunk. Ez a úgymond a második bázis az utánpótlásnak, és az elsődleges bázis a rehabilitációs részlegünknek. Itt vannak a gépek, az eszközök ahhoz, hogy a gyógytornászunk tudja megfelelően működni, mind a felnőtt játékosokkal, és mind az utánpótlással. Ezen kívül, ahogy látszik, itt van nekünk egy gyönyörű szép 40x20 méteres kézilabdapálya, valamint az oldalvonalak mellett a kifutó részen egy futófolyosó, ami egyéni képzésre is alkalmas, 2 fix kapuval.
Ami tehát a feltételeket illeti, minden adott ahhoz, hogy azok a bizonyos gyémántok egyszer csak a felnőtt csapat keretében találják magukat, addig viszont még sok a teendő. Nagyon sok munkába és kitartásba kerül, emellett nagyon sok áldozattal is jár, hogy a fenetekkel ezek és hogy felkerüljek. A lányok tehát nagyon segítőkészek, nem is gondoltam volna tényleg, hogy ennyire segítőkészek lesznek és fogok tudjuk tanulni az edzések során. Kitől tanulsz a legtöbbet, vagy kitől tanultál eddig a legtöbbet? Hát mivel jobb övőt játszok, ezáltal a González-t és a Geiger Velindát ott a legtöbbet. Mi volt a leghasznosabb tanács tőlük eddig? Legyek bátor és ne féljek ellenük játszani. Van egy nagyon jó felnőtt csapatunk, szerintem, hogyha oda bekerül valaki, az már nagyon nagy lehetőség, még hogyha kispadon is ül, akkor is szerintem, és ez mindenki arra tirekszik, egyszer ott üljön ő is. 2-3!